Domián Sándorral, a Kunagró 21 KFT főmérnökével egy lábon álló kukoricatábla mellett beszélgettünk arról, hol tart a betakarítás. A város határában, a forgatásunk idején még nincs vége a betakarításnak. Ennek egyik oka az időjárás. Hát ez az év az, amikor még nincs vége a betakarításnak. Ennek egyik fő oka az időjárás, viszont fő oka, annak is az időjárás, nagyon jó termés van. Az előző években nem kellett szárítani a kukoricát például, vagy a naprafogót, ebbe az évbe kell. A szárítókapacitás szűkös, tehát behatárolja, hogy mennyit lehet betakarítani ezekből a termékekből, illetve mi magunk is adunk el nyersen is, tehát maradnak olyan tábláink, amit folyamatosan a szeszgyárakhoz igazítva takarítunk be, de úgy város szinten a szárítókapacitás szabja meg, hogy hogy mennyit tudtak betakarítani a gazdák. Értelemszerűen a szárítóval rendelkezők voltak most előnyben. Sajátjukat megcsinálták, majd azóta bérmunkába dolgoznak, és tényleg elmondhatjuk, hogy az elmúlt tíz év legjobb termését tudja most mindenki betakarítani. Az elmúlt tíz év legjobb termését tudják betakarítani. A kukorica 10 tonna körüli hektáronkénti termés átlagot ad, a napraforgó viszont három tonnát. A recce nem volt annyira erős, mert a korábbi asszály megviselte. A kukoricába azért ott a 10 tonna körüli termés hallom a gazdatársaktól, nálunk is erősebb napraforgóból, és jó termések, tehát az a háromtonnás termések. A recce az nem volt annyira erős, hiszen azt a korábbi asszály már rendesen megviselte, meg a száraz tél, mert ugye most már mindenki csak a csapadékos nyárra emlékszik, de az előtte asszályos tavaszra meg tére kevésbé. A mezőgazdász élete ilyen, igazodunk hozzá, ez most jó, hogy ugye a soktól azt mondják, nem kell félni, gondot azért okoz ez is, mert az a legnagyobb baj, amikor megtermeljük és, és mondjuk tönkre menne, ezt mindenki igyekszik elkerülni. Én úgy, tudom, úgy gondolom, hogy meg is fogunk felelni ennek a feladatnak, mi is és a gazdatársak is. A KFT is meg fog felelni a feladatnak ugyanúgy, mint a gazdatársak időintervallumban terveik szerint a lekötött szerződéseknek megfelelően az ünnepek előtt befejezik a munkád. Folyik a talajmunka is, abból még januárra maradhat terveink szerint és a lekötött szerződéseik szerint azért a ünnepek előtt mi is be fogjuk fejezni. Folyamatosan megy mögöttük a talajmunka is értelemszerűen, e, abból valamennyi maradhat még januárra. Ami nem optimális, de ez egy ilyen év. A magasabb termésből és az árból kicsit vissza tud forgatni a gazda a tavaszi munkára, amire nem minden évben van lehetősége.